Miért üzentek a szekszárdiaknak a nevünk elvételével, mégpedig azt üzenték, hogy az ésszel nem lehet szembeszállni. Bosszúból próbálta megvonni a szekszárdi városvédőktől a Tolnai megyeszékhely nevének használati jogát a város Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottsága, ezt mondja a civil szervezet elnöke. Szabó Balázs szerint az Éjjel-Szekszárd tagok által vezetett kulturális bizottság azért tiltotta meg a városvédőknek, hogy a szekszárd nevet használják, mert az egyesület elnöke korábban több a többségi frakcióra nézve kínos üggyel kapcsolatban is felszólalt, mint hogy például a járvány első hulláma idején az Éjjel-Szekszárd úgy osztott segélycsomagokat, hogy azokkal később nem tudtak elszámolni, vagy pedig, hogy a frakció elnöke Bomba Gábor és egy tagja Csötönyi László hónapokon keresztül törvénytelenséget követtek el, mert köztartozásuk volt, amit egy képviselőnek tilt a törvény. Szabó Balázs szerint a névhasználat megvonása egyértelműen azt üzeni, hogy az Éjjel-Szekszárd bosszút áll mindenkin, aki a kínos ügyeikről nyilvánosan beszél. Az üzenet mégpedig a következő, hogy az ésszel senki nem merjen szembeszállni. Senki ne merjen ellentmondani, ne merjék elmondani róluk az igazságot, ne merjék azokat az ügyeket, amik számukra kellemetlenek a nyilvánosság elé vonni, vagy hozni. Gondolok itt például a botrányos csomagosztásra, gondolok itt például a köztartozásokra, gondolok itt a haverok helyzetbe hozására. A szekszárdi városvédők nem nyugodnak bele az Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottság döntésébe. Az elnökük azt mondja, az ő személye ebben az ügyben nem számít, de az egyesületük által megfogalmazott célokhoz továbbra is ragaszkodnak, és minden lehetséges módon ellenőrzik a hatalmon levő frakciót. Soha nem voltunk még ilyen erősek, mint most. Több száz támogatói levél érkezett egyébként a saját oldalunkra, és biztatnak bennünket a hasonlóképpen gondolkodók, hogy mentsük meg a várost. Szabó Balázs most azt mondja, fellebbeznek a kulturális bizottság döntése ellen, ha pedig ez nem jár eredménnyel, a bírósághoz fordulnak. Ők ugyanis nem az önkormányzatnál bejegyzett civil szervezet, hanem az annál sokkal magasabb rendű cégbíróság hitelesítette a tevékenységüket.